Jó estét kívánok! Folytatódik a napi aktuális. Ahogy ígértem, az önkormányzati kampánnyal folytatjuk. Vendégem Gály József, az LMP szóvivője. Jó estét, üdvözlöm! Jó estét kívánok önnek és a nézőknek is. Úgy nyilatkozott, hogy a kampányban Dobrev Klára vezeti a budapesti sárga villamost. Dobrev Klára és a DK lesz a veszte a főpolgármesternek? Ugye szegény főpolgármesternek mindig valami a vesztét okozza, és soha nem tehet semmiről, ahogy ezt láthattuk az elmúlt évek kampányaiban. Ugye itt arról van szó, hogy Dobrev Klára kikérte magának, és felszólította Magyar Pétert, hogy mindenképpen menjen el vitázni. Ugye most is zajlik egy EP listavezetői vita, ahol nincs ott Magyar Péter. Majd... Ezt tegyük hozzá, hogy Magyar Péter és Dajs Tamás nem ment el erre így a vitára. Így van, ők ketten. Majd ugye, amikor egy másik televízió felkérte Karácsony Gergelyt és a fővárosi főpolgármester jelölteket, hogy menjenek el vitázni, akkor Karácsony Gergely pedig ebből hátrált ki. Ugye az emlékeztessük a nézőket, hogy a Demokratikus Koalíció az MSZP-vel meg a Párbeszéddel indul közösen, mind az európai parlamenti, mind az önkormányzati, a fővárosi választáson is, és hát ugye, hogyha Dobrev Klára a Magyar Pétertől várja azt, hogy menjen el vitázni, akkor hogy lehet az, hogy Karácsony Gergelynek pedig nem kell elmennie vitázni. Ez mindenképpen szomorú, és egy tény, hogy akár Karácsony vesztét Dobrev Klára is okozhatja. Kicsit úgy hallom ki a nyilatkozatából, mint hogyha azt mondaná, hogy Karácsony Gergely nem uralja a saját tetteit, és nincsenek saját döntései, hanem mindenben a DK, vagy éppen Dobrev Klára, vagy Gyurcsány Ferenc diktál. Az elképzelhető egyébként, hogy ő saját jogon nem tud semmit eldönteni, de például amióta Vitézi Dávid elkezdett kampányolni, és az LMP Budapesten, és programalapú kampányt folytatunk, folyamatosan azt látjuk, hogy a Vitézi Dávid javasol valamit, és Karácsony Gergelynek gyorsan ugyanez jut eszébe, és ő is bejelent valamit. Ugye kritizáltuk Karácsony Gergelyt, hogy semmilyen kötött pályás fejlesztés, villamos fejlesztés előkészítése sem kezdődött meg a 4,5 év alatt. Ezek után rögtön bejelentette azt, hogy majd a Bajcsi-Zsilinszky úti villamos összeköttetést elkezdi megvalósítani, és mondhatnánk például a Városháza parkot, amit ugye ma nyitottak meg, nem tudom hanyadjára, és nem tudom mennyire ideiglenesen, ugyanis még mindig murvával van az egész felszóra. Igen, ezt kérdem, hogy nem teljes, azért ott is el van zárva egy-egy rész. El van zárva, de... és egyrészt meg ugye Karácsony Gergely megígérte, hogy itt park lesz, amint megválasztják, őt 19-ben választották meg, mondjuk annyi, hogy mondjam, legyen neki jó írva, hogy 21 és 22-ben miniszterelnök jelölti kampányt folytatott. És mit gondol arról az ötletről, miszerint a 10 évnél idősebb autókat kitiltanák a fővárosból? Ugye Karácsony Gergely cáfolja ezt az állítást, viszont Szentkirályi Alexandra ma egy újabb hangfelvétele vagy podcast részlettel jött elő, amiben elhangzott, hogy ilyen zéró körzeteket alakítanának ki, hiszen ahogy a kérdés ott szerepelt, hogy ugye az átlag autó 10 évnél idősebb, és arra mondták, hogy akkor ilyen zéró területeket határoznának meg, és szűkíteni akarják. Tehát úgy tűnik, hogy ebben van igazság. Én azt gondolom, hogy zöld politikusként én csak azt képviselhetem, és azt is képviselem, hogy az lenne jó, hogyha a belvárosban, a városban minél többen használnák a tömegközlekedést, az autós közlekedés helyett. Viszont ahhoz a fővárost úgy kellett volna fejleszteni az elmúlt években, hogy sokkal kényelmesebb legyen például a tömegközlekedést használni. Ezért is mondjuk azt, hogy ahhoz, hogy átsábítsunk minél több autóst villamosra, metróra, buszra, trolibuszra, például egy BKK rendészet bevezetése is nagyon fontos, hiszen a tömegközlekedés az nem hajléktalan szálló. Ha valaki megveszi a bérletét, akkor azért egy normális szolgáltatást jogosult igénybe venni. Én naponta minimum kétszer használom a 4-es, 6-os villamost munkába járáshoz. Számolom, amióta mi ezt a javaslatot előhoztuk, számolom, minden harmadik utazásnál van vagy részeg, vagy hajléktalan. Tegnap például egy úr korsóval a kezében, amiben feltehetőleg sör volt, sétafikált körbe a villamoson, leöntött utasokat, és nyilván senki nem mer szólni, mert hát nem tudjuk, hogy milyen agresszíven viselkedne akármi, és hogyha lenne BKK rendészet, és lenne az Budapest Go applikációban létrehozott opció, akkor azonnal lehetett volna hírni a rendészeket, és leszállították volna villamosról. Ön az LMP fővárosi listájának második helyén szerepel Vitézi Dávid után.
hogyha Karácsony Gergely lenne ismét a főpolgármester, és önök minimum két helyet szereznének a közgyűlésben, mennyire tudnának vele együtt dolgozni? Én azt remélem, hogy a következő fővárosi közgyűlésben sokkal színesebb lesz az összetétel, már csak azért is, mert lesznek benne igazi zöld, valódi zöld képviselők, Vitézi Dávid és az LMP listájáról. Mikor és én nem csak kettőre Gergely számol. Azt mondja, hogy a Párbeszéd zöldek az igazi zöld. Jól mondja, hogy ő azt mondja, az elmúlt 4,5 évből pedig nem ezt láttuk. Én azt gondolom, hogy program alapon és cél alapon együtt lehet működni mindenkivel, és végre, hogyha úgy alakul a politikai helyzet, tudunk tényleg a budapestiekről beszélni. Csak egy példát hagyd mondjak gyorsan. A fővárosnak van egy felterjesztési joga, az azt jelenti, hogy beküld a parlamentbe egy törvényjavaslatot. Hát Karácsony Gergely zöldként mit csinált? A közvetlen elnök választásról küldött be felterjesztést a parlamentnek, holott nagyon sok budapesti témában küldhetett volna felterjesztést. Én fővárosi képviselőként az előző ciklusban például a parkolási maffia felszámolásáról, a parkolási helyzet felszámolásáról és rendezéséről küldtem be volna felterjesztést, Tarlós Istvánék leszavazták. De hogy dolgoznának együtt Karácsony Gergellyel témák mentén, hogyha most az egész kampányban Vitézi Dávid leginkább, illetve Unger Péter az LMP társelnöke folyamatosan bírálja a jelenlegi vezetőt? Egyrészt Vitézi Dávidnak és az LMP-nek 101 pontos, részletesen kidolgozott programja van. Ez a program, ez alapja az együttműködésnek. Karácsony Gergelynek... És amennyiben Karácsony Gergely ezt alapul veszi? Hát, ha meg nem veszi alapul, akkor nekünk lesz egy bizonyos támogatásunk a választók által, és tudni fogjuk, hogy legalább annyi százalék budapesti ezt a programot akarja megvalósítva látni Budapesten, de én mindenek után én inkább abban reménykedem, hogy Vitézi Dávid lesz Budapest következő főpolgármestere, és akkor ebből a székből tudunk majd tárgyalni a többiekkel. Hogyha Vitézi Dávid lesz a következő főpolgármester, akkor viszont nagy kérdés, hogy ő mennyiben tud, illetve a többi LMP-s képviselő mennyiben tud majd Karácsony Gergellyel úgy együtt dolgozni, hogy a jelenlegi főpolgármester azt mondja, hogy Vitézi Dávid Fidesz jelölt. Hát ha Vitézi Dávid Fidesz jelölt lenne, akkor a Fidesz színeiben indult volna. Vitézi Dávid az az LMP és a civil szervezetének a jelöltje, és meg fogják látni majd a választók, hogy a június 9-én Vitézi Dávidra is lehet majd szavazni. Csak egy rövid gondolat, mert már csak egy témára van idő. Zuglóban is indul egyéni jelöltként. Mennyiben látja esélyesnek a harcot? Gondolok itt arra, hogy itt Zuglóban az MSZP, Momentum, szinte mindegyik ellenzéki párt kicsit összerúgta a port. Ez legyen az ő problémájuk, így van. Zuglónak végre kell egy olyan békés 5 éves korszak, amikor fejlődni tud. Ugyanis ha megnézzük a mostani ciklust, vagy az ezelőtti ciklust, amikor Karácsony Gergely volt polgármester Zuglóban, akkor azt láttuk, hogy folyamatosan csak az országos politika begyűrűzése volt, vagy nem tudtak egyről a kettőre haladni. Én azt gondolom, hogy az LMP ajánlata Zuglóban világos és nagyon konkrét dolgokat tartalmaz. Polgármesterként Horváth Csabával vagy Borbély Ádámmal tudna jobban együttműködni? Vida Attilával, az LMP jelöltjével. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm én is.